A segít Akartam mondani, nincs itt valami villany. Takapasd a falat. Tiéd a jobb oldalon, én a bal. Szíjú meg bennünket. Tibi, várjál már, itt van valami. Ez egy kapcsoló. Hát akkor kapcsolod be, baszol. Na fasz, ez vizes. Ne szarozzál, itt minden vizes. Sziasztok, én Faj Ádám vagyok, ez pedig itt a Kriptovadász. Sokakat megrázott most az áram a piacon, és azért gondoltam, hogy készítünk most erről egy videót, hogy kicsit sínre tegyük, hogy mi is történik most, mi is zajlik itt a mi világunkban, itt a kriptopiacon. Úgyhogy át kell tekintenünk, hogy mi történt például tegnap, hogy mit mondott a Fed, hogy milyen adatok jöttek ki, illetve hogy Alice mi történik most ezen a kriptopiacon. Nekem az a javaslatom, hogyha nem szeretnél lemaradni az ilyen jellegű újdonságokról, a hírekről, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és van ez a like gomb, ami arra jó, hogy igazából terjedjen maga ez a kripto anyag a kriptokedvelők közösségében, már csak azért is, hogy ténylegesen, hogyha már elkészül ez az anyag, akkor minél többen halljanak róla, hogy ne maradjanak le, vagy ne maradjanak ki ezekből a piaci információkból. És tudjátok, hogy van egy zárt csoportunk, ahova az út a Patreonon keresztül vezet, most szombaton fog felkerülni gyakorlatilag ma a zárt körű elemzésünk. A VIP-tok számára ez egy on-chain analitikai elemzés lesz, egy összefoglaló, hogy mi történik a Bitcoin blokkláncon, illetve a, van a zárt Discord közösségünk is, ahol a zárt csoporton belül ki tudjuk beszélni ezeket a témákat, és hamarosan, a jövő héten lesz egy újabb zárt körű kriptopiaci értekezletünk, szintén a Discordon, az a javaslat, hogyha nem szeretnél róla lemaradni, akkor a Patreonon keresztül csatlakozz hozzánk te is. Nézzük tehát, hogy mi történik most a piacon. Beszakadt a bitcoin, és így gyakorlatilag az összes többi altcoin is, de meg kell néznünk, hogy mi áll a háttérben. Ugye itt a tegnapi napon megjelentek újabb munkanélküliségi adatok. Erről mi már korábban értekeztünk itt a kriptopiaci értekezletünkön, hogy miért fontos figyelnünk a munkanélküliséget az USA-ban. De először is menjünk egy picit egy másik témára. Gyakorlatilag tudjátok, hogy van a Fednek egy kvantitatív easing nevű programja, ezt úgy hívják, hogy eszközvásárlási program. Ilyenkor a Fed különböző eszközvásárlások útján pénzt pumpál a gazdaságba. Az a feltevésünk, hogyha ez folytatódik, tehát hogyha pénzt nyom a gazdaságba, akkor ez a pénz eljut a pénzpiacokra, és annak van egy folyamatos árfelhajtó ereje. Ez a piac teljes egészének feltevése, de hogyha a. Federal Reserve, tehát az amerikai egybank úgy dönt, hogy elkezdi kivezetni ezt a pénzügyi könnyítési programot, ezt hívják taperingnek, akkor nem történik más, mint egyre kevesebb és kevesebb új pénz jut ilyen úton a gazdaságba, ami gyakorlatilag egyfajta megtorpanást eredményezhet a teljes ö, ö, pénzügyi szektorban is, és a részvényekhez kapcsolódó technológia és egyéb vállalatok esetében is, hiszen, de majd erről kicsit később beszélünk, hiszen ők nem tudnak egész egyszerűen annyira termelékenyek lenni, hogyha kevesebb ö, finanszírozói forrás jut el hozzájuk, így a gazdaságban belepompált pénzeken keresztül. Na most ö, itt meg kell állnunk egy gondolatra. Mindenki attól fél, hogy most elkezdi kivezetni a Fed, és ugye erről döntött is, hogy gyorsítottabb ütemben a korábbiak, tervezettétől eltérően a bütemben fogja kivezetni ezt a programot. Hát hogy mindenki fél, mert ugye ez mivel jár, hát kivezetik ezt a programot, egyre kevesebb és kevesebb eszközt vásárol a Fed, egyre kevesebb és kevesebb pénz a gazdaságba, aztán kamatot emelnek, és ezzel gyakorlatilag erősítik a dollárt. Hogyha erősödik a dollár, akkor mi történik? Hát ez általában rossz hatás, vagy kedvezőtlen hatás gyakorol a kriptopiacra, is. Mert hogy miért is? Mert hogyha gyakorlatilag erősödik a dollár, ugye a kriptopiaci befektetéseknek a legnagyobb zöme, a legnagyobb hányada, több mint 85-90%-a, ez változó érték, USA dollárban denominált. Tehát ez azt jelenti, hogy USA dollárban kereskedik, szóval gyakorlatilag, hogyha erősödik a dollár, az nem igazán tesz jót így a kripto árfolyamok ...nak, mert a dollárban kifejezett értékük természetesen akkor csökken. De nézzünk egy képet ezzel kapcsolatban, és akkor itt megosztok veletek valamit. Itt látunk egy mutatót. Ez az S&P 500-asnak a havi mutatója. Ugye itt tartunk nagyjából most, és minden egyes gyertya az egy-egy hónapot jelöl, úgyhogy láthatjuk, hogy itt jó sok évre visszamenőleg látjuk az S&P 500-as mutatót. Ugye ez az amerikai egyzet 500 legnagyobb vállalatnak a kumulált indexe. Itt láthatjuk a 2008-as subprime hitelválságot, amiben beleesett a globál gazdaság, és aztán innentől kezdett el kilábalni belőle a, a, a piac, de mi ez a két bekarikázott rész, amit én itt bekarikáztam? Hát az egyik rész ez 2013, amikor is 2013-ban úgy döntött az amerikai egybank, a Federal Reserve, hogy egy tapering útján keresztül, tehát ami most is történik, kivezetik az akkori kvantitatív easing programot, tehát az akkori pénzügyi könnyítési programot a piacról, kivezették, és a piac nagyon negatívan reagálta le, láthatjuk itt, hogy van egy, volt egy piros gyertya ebben az árfolyamban, és ezt a piros gyertyát utána egészen hamar visszavásárolta a piac, ugye ezen a japán gyertyán itt van még egy leszúrás, de utána már a következő hónap, tehát ez a hónap, amiben már ez a leszúrás volt, ez már zöldre váltott elég erőteljesen, és folytatódott a menetelés fölfelé, és ez volt az a pont, itt, ami be van karikázva, 2014. októberre, amikor valójában ki is vezette a Federal Reserve magát, a Quantitative Easing Programot, és láthatjuk, hogy egészen komoly mély kezdett akkor a piac, eluralkodott egyfajta pánik, de aztán egészen hirtelen még abban a hónapban lenyugodtak a kedélyek, és visszahúzódott a gyertya, és már ez a hónap is gyakorlatilag a kivezetésnek a hónapja a zöldre tudott váltani. És aztán persze ismerjük a fejleményeket, a fejlemények azok, azok voltak, hogy elkezdett oldalazni a piac, aztán volt megint egy esés, megint beemelkedett, és utána megint volt egy esés, utána beemelkedett és folytatódott tovább a menetelés. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a történelemben láttunk már olyat, hogy kivezeti többször is a Federal Reserve a quantitative easing programot, és hát a piac nyilván minden esetben egy pánikkal reagálta le, de aztán mentünk tovább fölfelé, hogy ennek mi az oka, hát ennek több oka van egyébként, részben az, hogy időről időre egyébként visszahozta a Fed a quantitative easing programot, részben pedig az, hogy módosult a gazdaságnak a struktúrális összetétele, javultak egyébként a foglalkoztatottsági adatok, évről évre, és aztán, mivel egyre többen tudtak dolgozni, egyre nagyon mértékben tudott növekedni a GDP, de ez messzire vezetne, és most nyilván nem is ezt szeretném csak levezetni, hiszen nem férne bele a mai műsoridőbe, de azt szeretném ezzel, hogy lássátok, hogy, hogy volt már hasonló helyzet, és akkor gyakorlatilag az történt, hogy emelkedett tovább a piac, tehát akik benne voltak, mint befektetők, ők nem pénzt veszítettek, hogyha volt elég türelmük, csak időt veszítettek, ahogy szoktam mondani. Oké, nézzük egy picit tovább ezt a képet, hogy mi történt még. Rosszabb munkanélküliségi adatok jelentek meg tegnap az USA-ban, mint amire számítottak. Ugye, na most mit jelent ez? Hogyha rosszabbak a munkanélküliségi adatok, tehát kevesebb a foglalkoztatott, mint az, az előzetes tervek szerint prognosztizálva volt, akkor ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy kevesebb az olyan aktív munkaerő, aki hatékonyan tud GDP-t előállítani. Most ez elég furcsa hangzik, de GDP maga a bruttó hazai össztermék, tehát az, amit egy ország egy év alatt elő tud állítani. Nyilván, hogyha kevesebben dolgoznak, akkor mi történik? Hát kevésbé tud haladni a GDP növekedés, tehát ha kevesebben dolgoznak, akkor. Valószínűleg kisebb lesz a vártnál a GDP. Na most a kisebb a GDP, hogyha ezt lebontjuk mikroökonomiai szemszögből megvizsgálhatóvá, akkor az történik, hogy gyakorlatilag minden egyes cég kevésbé termelékeny. Ha minden egyes cég kevésbé termelékeny, vagy kevésbé hatékony, tehát kevésbé profitábilis, az azt jelenti, hogy az ő negyedéves adataik el fognak maradni a korábbi várakozásoktól. Na most a részvénypiac ez hogy reagálja le? Ugye a részvény az tulajdonjogot megtestesítő értékpapír, ahol te, mint tulajdonos, az osztalékos papíroknál pláne osztalék kifizetésre vagy jogosult. Na most ez gyakorlatilag mit jelent? Már úgy értem, hogy az osztalékos papíroknál, hogy erről szavazhatnak, hogyha egy évben nem fizet osztalékot egy papír, akkor nem vagy jogosult az osztalékra. De ez mit jelent? Hogy gyakorlatilag te, mint részvénybirtokos, bármilyen vállalatban, mondjuk egy Tesla-ban, hogyha van részvény, akkor te, mint részvénybirtokos, ugye érdekelt vagy abban, hogy a vállalat minél többet több profitot tudjon termelni, minél több autót tudjon mondjuk eladni, autót tudjon gyártani, Ebben vagy érdekelt, hiszen akkor kapsz te is a nyereségből valamekkora részt osztalék formájában. Na most, hogyha kisebbek a tervezetnél a a vállalkozásnak az adott évben az eredményei, vagy adott negyed évben az eredményei, akkor ez mi történik? Hát az, hogy neked nem is biztos, hogy megérte tartani ezt a papírt, elkezdi átárazni a piac, elkezdi a részvényeket, tehát a tulajdójogot megtestesítő értékpapírt átárazni annak függvényében, hogy éppen a vállalat most kevesebbet ér, mert kevesebbet tud termelni, keves, kevésbé profitábilis. Tehát elkezdik átárazni, ez mit jelent? Egy esést. Nyilván a piac nem tud ennyire gyorsan kalkulálni, és nem tudja ennyire gyorsan kiszámolni a kockáspapíron és számológéppel a egy-egy vállalatnak, vállalatnak az új értékét. Ezért az ilyen jellegű rövidtávú esések, ezek mindig csak egy pánikeladásból származó leszúrások. Jó, tehát de hogyha ezt nézzük, hogy rosszabbak voltak a munkanélküliségi adatok, akkor ez egyfelől jelenti ezt így a részvénypiacra, és azért például itt a részfénypiacra, mert ugye azt látjuk, hogy a részvénypiac és a kriptopiac ilyen formában nagyon-nagyon együtt mozog. De a, de a másik dolog, hogy mit jelent ez itt a, a munkanélküliség? Ugye, ez azt jelenti, hogy most jelen helyzetben, hogy nagyon sok a nem dolgozó potenciális munkavállaló, tehát a munkanélküli, és nagyon sok egyébként, és ez, ez teszi teljesít most a képet, ami olvasatunkban, nagyon sok a, a, betöltetlen szabad álláshely az amerikai Egyesült Államokban, erről szintén volt szó a kriptopiaci értekezletünkön, és, és, mi történik akkor, hogyha ez a két adat ez elkezd elhúzni egymástól? Hát ez azt jelenti, hogy nem találkozik a bérkínálat és a munka munkaerő bérigénye a piacon. Tehát gyakorlatilag most az infláció miatt a cégeknek egyre több és több bért kellene kifizetnünk, vagy egyre magasabb és magasabb bérajánlatot kellene tenniük. miközben egyébként a munkavállalók hát igazából ha, ha alacsony a bérezés, nem mennek vissza dolgozni, mert eddig ráhangolódtak arra, hogy segélyezésekből, segélyekből éltek meg a koronavírus után az egyesült államokban, ahol nagyon megnövekedett a, a mind a segélyezettek aránya, mint pedig a kapott segélyeknek az összege. Úgyhogy, úgyhogy hogyan is nézzük, most, hogy így ez a két adat elkezd egymástól még jobban elhúzni, tehát egyszerre nő igazából a munkanélküliség, és egyszerre nő a betöltetlen munkahelyek aránya, így gyakorlatilag azt lehet látni, hogy, hogy egyre nehezebb lesz egy olyan helyzetet teremteni, ahol, ahol a vállalatok vissza tudnak állni a helyes körforgásba, és újra termelékenyek tudnak lenni, tehát gyakorlatilag egyre nehezebb abba az irányba visszamenni, hogy újra hatékonyan növekedjen a GDP. Na most ez azért ö, problematikus itt az Amerikai Egyesült Államok esetében, mert hogy a, a jelenlegi helyzetben maga a a GDP arányos költségvetési hiány, vagy a GDP arányos eladósodottság az így is 120% környéki, nem most, hogyha egy, egy, van egy magas adósságállomány, és közben még zsugorodik a GDP, akkor magához a GDP-hez viszonyítva az adósságállomány ugye nőni fog, tehát ez ezért, ezért problematikus, és ezt nagyon rosszul értékeli most a, a piac, vagy nagyon rossz hírnek értékeli most a piac. A másik dolog pedig, hogy szigorít a, az SEC, vagy más másnéven a SEC, ez egy ez egy kisebb hír ebből a szempontból, de mégis érdekes volt itt a tőzsdék, tőzsdéket illetően, hiszen az amerikai tőzsde felügyelet arról döntött, hogy a tőzsdéjegyzett külföldi cégeknek közzé kell tenniük a teljes tulajdonosi hátterüket, és különböző könyvvizsgálati jelentési kötelezettséget is kapcsoltak ezekhez a vállalatokhoz, Aminek hatására borítékolhatóvá vált, hogy több vállalat arra kényszerül, hogy kilépjen az amerikai tőzsdéről. Ez hát meg, megint nem tesz jót, ugye álesztúzámán a piacnak. Jó, uh, van egy nagy kérdés ilyenkor, hogy mit vegyünk és hogyan vegyünk. Úgyhogy nézzünk rá itt a, újra a monitorra. Először is van egy ilyen on-chain analytic adatunk, ahol itt magenta színnel azt látjuk, hogy a rövid távon birtokolt bitcoin érméknek mekkora bekerülési értéke átlagosan, és láthatjuk, hogy ez a magenta szín, ahogy itt ez, ez pedig ez a szürke, ez az árfolyamsáv, láthatjuk, hogy ez a magenta színű vonal, ez többször volt már támasza, magának az árfolyamnak. Ugye ez így nézett ki 2020. szeptember környékén is, itt megtámasztotta az árfolyamot, és utána tudtunk tovább menni. És amikor letöri magát az árfolyam, maga az árfolyam ezt a, ezt a rövid távon birtokolt érme bekerülési értékekből álló átlagolt grafikont, akkor szoktuk azt látni, hogy beszakad maga az árfolyam. Na most, mi történik itt? itt pedig áttöri lentről fölfelé, és akkor újra el tud kezdeni emelkedni a piac, majd leteszteli, és utána emelkedik tovább. És most vagyunk itt, ennél a pontnál, ahol letesztelte gyakorlatilag ezt a, ezt a magenta színű sávot, az árfolyam, és onnan visszapattant, de újra úgy tűnik, hogy leteszteli, ezért fogjuk az on-chain analitikai elemzésünkbe minden szombaton ezt a mutatót is figyelni itt a közeljövőben. És akkor a kérdés az, ugye itt beszéltünk az előző videók egyikében arról, hogy általában a parabolikus emelkedéseket félig visszatölti a piac, ugye, hogyha emlékeztek, akkor ez így nézett ki ez a történet. Itt beszéltünk arról, ugye, hogy van egy parabolikus emelkedés, aztán félig visszaadja, ez egy nagyon speciális helyzet volt, mert egészen sokáig oldalazott és esett a piac, de erről beszéltünk az előző videóban, hogy ez miért, miért történt, aztán megint volt egy parabolikus jellegű emelkedés, aztán azt visszaadta, utána megint félig, aztán megint egy parabolikus emelkedés, amit félig, 50%-ig visszaadott a piac, és ezek a sárga jelölések, ezek a parabolikus emelkedésnek a mértani közepei, ahol azt mondtuk, hogy buying zónok vannak, és sose tudjuk kicentizni körzővel, tehát, hogy itt, vagy vonalzóval, tehát, hogy itt mindig benne van az a pakliba, hogy, hogy, hogy adott esetben egyébként picit tovább esik, vagy pont nem esik le addig, de ezért szoktunk zónákat megjelölni, és ezeket szoktuk buying zónoknak, buying zónokként azonosítani, és utána itt is felment az árfolyam ö, parabolikusan, és utána ezt a parabolikus emelkedést adta 50%-ban vissza a piac, és ez volt a buying zone, és akkor az előző videóban még ugye itt tartott a bitcoinnak az árfolyam, voltak benne felszúrások utána, kisebb leszúrások, és azt mondtuk, hogy nagyjából a tervünk az, hogy eddig a buying zónig jöhet vissza ö, az árfolyam, és ezek, ez a buying zone akkor egy jó beszállópont lehet. De a kérdés az, hogy mi volt ugye akkor ez a buying zone, nézzünk itt rá a bitcoin árfolyamára a trading view-n. Ez a buying zone, ez amit akkor megállapítottunk, ez az 52-53 ezres szint volt, ugye ez a piros gyertya, akkor még ezt ugye nem láttuk, és, és aztán valóban elkezdett idáig visszajönni az árfolyam, és itt ennél a közel 52 ezer dolláros szinten meg is fogta. Ugye ezt mondtam, hogy nem lett ezeket körzővel, meg vonalzóval ki centizni, kimérni, de meg is fogta, és láthatjátok, hogy ebbe a piros gyertyába aztán a leszúrás követően volt egy visszavásárlás, csak hogy az volt a helyzet, hogy itt sokan, sokaknak a long határidős pozíciója kiment a piacból, ma és tegnap, és ezért tovább szakadt az árfolyam, és hogyha megnézzük itt a Fibonacci szintek szerint, Ugye ez egy olyan Fibonacci ö, csatorna, amit az el, korábbi emelkedő trendhez viszonyítva rajzoltunk. Most be, és itt az látszik, hogy e, melyik zóna az, ahol már nagyon túladottnak. Ö, túladottnak tekinthető maga a bitcoin, és mi, a, mi az a zóna, ami esetleg buying zónnak tekinthető. És ugye azt látjuk, hogy ez a zöld, és ez a világosabb zöld, ez abszolút egy buying zónnak tekinthető itt a bitcoin értében, úgyhogy ezt nagyon hamar vissza is vette a piac, tehát láthatjuk, hogy idáig leszúrt, és innen visszament, és gyakorlatilag amikor megkérdezik tőlem, hogy mit érdemes venni, és mikor érdemes venni, akkor én azt szoktam, persze ez néha nem befektetési tanácsadás ilyen szempontból, hiszen nem is tudhatom, hogy mennyi pénzed, mennyi tőkéd van, amivel befektetést tervezel eszközölni, mert mindig fontos a money management, hogy maradjon szabad tőkéd is, de azt szoktam mondani, hogy ezekben a, ezekben a zónákban már érdemes úgy rávásárolni, ha valaki türelmes befektető, hogy a befektetett vagy befektethető tőkédnek az egyharmadát fordítod vételre, Biztosítva ezzel magadnak azt a jogot, vagy jogosultságot, vagy opciót, ha úgy tetszik, hogyha esik tovább az árfolyam, akkor gyakorlatilag rá tudjál átlagolni, rá tudjál vásárolni. És az sem mindegy, hogy hol vásárolsz rá, ez is a money managementnek a része. Egyébként azt jó, hogyha tudjátok, hogy készül ugye ez a tananyagunk, ami megvásárolható, és ajándékba adjuk mellé a 32 oldalas tanulmányt arról, hogy hogy hogyan kell projektkockázatokat értékelni. És ez a videós tan 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 tananyagunk, ez gyakorlatilag még most is kedvezményesen ö, elővásárolható. Úgyhogy ez tényleg. Ajánlom azoknak, akik szeretnének tényleg a kriptó befektetésekkel foglalkozni, és mondjuk szeretnék értelmezni, hogy hogyan működik a piac, és szeretnék tudni, hogy hogyan érdemes a pénzüket befektetni és a money-t menedzselni. Ugye ez a money management egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ennek a, a, a tananyagnak a hozzáférését azt meghagyom lent itt a videó alatt, egy kommentben, egy leírásban. Oké, okay? és akkor ha visszamegyek ide akkor, tehát itt, itt, azt látjuk, hogy, hogy ezek a, a, az entry levelok vagy belépési zónák, ahol én azt szoktam mondani, hogy egyharmaddal már érdemes abszolút belevásárolni a piacba, és hogyha belevásárolsz, akkor a maradék két harmadodat, azt arra kell, hogy tartogasd, hogyha valójában lejjebb jön egy markánsabb szintig, például ebbe a piros zónába maga a bitcoin, amit jelesül a 40 ezre zóna alatt van, mint látjátok, és itt a 33.960 körüli zónáig tart, tehát hogy jelesül ebbe a zónába ugye a másik kétharmadát a tőkének el tud költeni annak érdekében, hogy a bekerülési átlagáradat jelentősen lejjebb hozd, mert ha egy egész éves periódust nézünk, akkor gyakorlatilag ezek a szintek, ezek már viszonylag meghatározóan olcsónak számítanak itt a bitcoin életére nézvést. És hogyha átmegyünk ide, hogy szintén beszéljünk arról, hogy mit érdemes és hogyan érdemes venni. Ugye most már látjátok ezt az egyharmad, egyharmados, egyharmados stratégiát, ezt a három darab 33%-os vagy 30%-os stratégiát. Van ez az oldal, ez a Coingolive.com. itt láthatjátok, hogyha ide kattintotok a, itt a, ebbe a menüpontba az all time high-tól való lemaradási szinteket, itt nagyon könnyen, vizuálisan meg tudjátok nézni, hogy melyik token most éppen hol tart a korábbi all time high szintjétől, vagy szintjehez képest, és érdemes mindig egy kicsit technikailag is, meg fundamentálisan is utána nézni, hogy ennek a lemaradásnak éppen mi az oka tehát ne csak úgy idézőjelben van egy ilyen mondás, hogy vakmajom elmélet, tehát ne, a vakmajom elmélet alapján válszunk itt különböző instrumentumokat, meg kell nézni, hogy magának az esésnek mi az, ami áll a hátterében, de, de hogyha, hogyha megnéztük, és, és, azt látjuk, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk a teljes tulajdonosi kör kapitulált magából a, a, az instrumentumból, meg nem arról van szó, hogy a technológia teljes mértékben elavultá vált, akkor, akkor ezekbe is, amik jelentősen le vannak maradva, és közben nagy piac kapitalizációs tokenek érdemes bele vásárolni, szintén hasonló óvatossággal, mint ahogy elmondtam, hogy ilyen egyharmad, egyharmad, egyharmados megközelítéssel gondolkozva. Jó, de ezekről is szoktunk igazából beszélni, itt a zárt ö, csoporton belül is, a, például az altcoin ö, elemzéseket is próbáljuk úgy közzétenni, hogy olyan projekteket mutatunk be, amikben van potenciálisan emelkedési lehetőség, mert hogy van mögöttük fundamentális háttér, de az esőtrendben nyilván azok sem tudnak emelkedni. Úgyhogy azok a projektek ilyenkor, amikor beesik a, a, a piac, talán még jobb ö, ö, beszállók ö, lehetnek, vagy azokba a projektekbe. Úgyhogy én ezt ö, szoktam mondani. És hogyha visszamegyünk egy kicsit itt a magára a, a, a körképre úgymond, vagy magára a helyzetre, hogy itt miről is van szó, akkor szeretnék nektek most mondani egy rövid példát, és, és szeretném nektek szemléltetni azt, hogy, hogy hogyan is kell gondolkoznunk szerintem a kriptopiacról és most itt egy hidas példát fogok mondani, úgyhogy, úgyhogy az van, hogy most egy kicsit a kriptopiacot becsomagoljuk, és a, ami, amit kriptónak, vagy coinnak, vagy tokennek hívunk, azok legyenek most hidak, jó? Hogy itt szemléletesebb legyen a példa. Én azt látom, hogy mindenki hidakat épít, és ö, mindenki megmutatja a saját hídjáról, hogy ez miért jó. Tehát van, akinek azt mondja, hogy nagyobb a forgalom áteresztő képessége, ugye ezt ismerjük itt a kriptovaluták világában, hogy valami olyan protokolljon ki, aminek nagy a TPS-e, ugye a transaction per szekunduma. Tehát ha hidas például nagyobb a forgalom áteresztő képesség, aztán van olyan, ami azt mondja magáról, olyan híd, hogy környezetbarát technológiára épül, ugye ezt is ismerjük, és és sok különböző ilyen megkülönböztető jegyet sorol fel magáról egy-egy hídépítő, hogy miért az ő hídja a legjobb. Sokan ezért befektetnek ezekbe a cégekbe, ismerjük ugye ezeket, Harmony, Cadena, az új üstökösöknek nevezett uh, vállalatok. És ez oké. Okay. De de kérdés, hogy van-e egyáltalán ennyi hídra szükség? Egyáltalán elfére ennyi híd a folyón? és hogy önmagában egy-egy hídnak van-e belső értéke, vagy csak akkor, hogyha piacra is talál. És ez aztán, amikor egy híd felépül, és ott van a folyón, minden befektető kérdezi, hogy miért nem hoz az adott híd, amiben befektetett bevételt. Hát hogy lehet az, hogy eddig emelkedett, most meg egyszerűen, mintha ellaposodna az emelkedés, és nem hoz bevételt. És akkor azt szoktam mondani, hogy addig egy híd nem tud bevételt generálni, amíg nincsen rajta forgalom, ugye? Ha nincsen rajta forgalom, akkor ki fizetne hídpénzt? Ez a nagy kérdés. És akkor aztán mi történik? Nincsen rajta forgalom, úgyhogy akik nem ezzel számoltak, ők azt mondják, hogy ez a technológia valószínűleg nem is olyan jó. És kiveszik a pénzüket, és beszakad az árfolyam. Mert hogy ez csak egy hype volt. Mert hogy nem is értik a mögöttes technológiát, mert soha nem vizsgálták meg igazán, csak elolvasták a marketing sallangokat. Meg hát valaki azt mondta, hogy ez, ez mondjuk egy jó híd. És attól még lehet, hogy tényleg jó híd, de nem érkezett még meg rá a forgalom. Nem érkezett meg rá a forgalom, amitől pénzt, bevételt tudna generálni. És, és ez jelenti azt, hogy van sok technológia, ami valóban jó technológia, csak éppenséggel még senki nem használja, nincsen rajta forgalom. Úgyhogy ezért van arra szükség, hogy megnézzük, hogy milyen fejlesztések zajlanak a háttérben, tehát hogy dolgoznak-e a háttérben azon, hogy legyen is a hídon forgalom. És sokat szoktunk erről beszélni egyébként önmagában, így a például megint visszacsatolok például a Discordon, mert, mert hogyha kijön egy-egy fejlesztéssel kapcsolatban valamilyen hír, akkor azt átbeszéljük például a Kárdánóval kapcsolatban. Én nem mondom azt, persze. Ezek a, ezek a történetek nem fognak 10, x et emelkedni rövid távon. Miért nem? Mert nem a hype miatt emelkednek. Ezek a, mint egy Kárdánók azért emelkednek, amikor emelkednek, mert van mögöttük egy technológia, ami érdekes a piacnak, és látszik, hogy az a technológián dolgoznak, fejlesztik. Én nem vagyok szerelmes a Kárdánónak, -ok, csak ez egy példa. De ha megnézzük a cardano azt látjuk itt a Cardano summit is, ami volt a nyáron, egy, egy Cardano konferencia, hogy, hogy, nagyon komoly fejlesztéseken dolgoznak a háttérben. Kormányokkal terveznek stratégiai együttműködéseket, például az Etióp kormány, stb. És nem, nem a cardano szeretnék például, csak ő egy olyan állatorvosi csodaló ilyen szempontból, amivel sok minden megtörtént. Ugye előre beárazta a piac például azt, hogy van, van uh, okos szerződéses lére. Közben nem is volt. Aztán jött az Alonso Purple fejlesztés, és megjelent az okos léjér, de addigra már nem volt beárazni. Most azt tudja beárazni a piac, hogy milyen fejlesztéseken dolgoznak a háttérben a kárdánó házatáján, de hát ugye mi történik? Ezt azért nem tudja beárazni még a piac, mert sokan nem értik. Nem azért, mert, mert buták az emberek, hanem azért nem értik, mert nekik nem ez a feladatuk, nem ebbe szocializálódtak egész egyszerűen, nem tudják föltérképezni, hogy milyen infrastruktúra épül egy-egy hálózat mögé. Ezt próbálom én Megmutatni egyébként például a tananyagban is, hogy hogyan lehet feltérképezni azt, hogy egy-egy hálózat köré milyen fejlesztések épülnek, hogy mekkora benne a befektetői potenciál ebből a szempontból. Tehát, hogy valóban egy olyan hídba fektessük a pénzt, amin aztán lesz átmenő forgalom, és nem pedig az van, gyönyörű-szép a híd, de egész egyszerűen ott rosdásodik el a folyón. Úgyhogy ezt szerettem volna most nektek elmondani. Remélem, hogy hasznos volt számotokra. Bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok.